A gálakoncert a fogyatékkal élő emberekért szól szerdán este Pécsen a Kodály Központban. A Kerekvilág Alapítvány nagy tervének megvalósítását segíti Szentpéteri Csilla és zenészei, valamint népszerű énekesek fellépésükkel. A zongoraművész elmondta, rendszeresen ad jótékonysági koncertet, ez az életérzés közel áll hozzá. A támogatás, a segítségnyújtás az igazából 27 éves koromtól datálható. Akkor volt az első nagy jótékonysági koncertem a Zeneakadémián, és gyakorlatilag utána már sok-sok éven keresztül voltam különböző kórházaknak, és leginkább gyermekeknek, ahol beteg gyermekek voltak, voltam a nagykövetük, és a mai napig ezt a missziót folytatom is, tehát az elesettek, a betegek, a rászorulók. Kővári János, a Kerekvilág Alapítvány ügyvezetője elmondta, több mint 3 évtizede segíti a fogyatékkal élő emberek életminőségének javulását. Most is van egy nagy céljuk, a mozgássérült és fogyatékkal élő emberek számára egy integrált lakóház felépítése. Most 33 éves az alapítvány, és eljutottunk odáig, hogy az óvodától ezzel a projekttel most gyakorlatilag egészen az életük végéig tudjuk a fogyatékkal élő embereket segíteni. Abba, hogy egyrészt emberhez méltó életet élhessenek, jó életminőséget, és a társadalomban részt vehessenek. Ez a támogatott lakhatás is egyébként Kertvárosban, Berek utcában, a többi ház között épül, egy ilyen kis társasház, és így lehetőségük lesz a mindennapokban együtt élni az ott élőkkel. Itt 12 mozgássérült, illetve értelmi fogyatékos felnőtt önállóan és akadálytalanul élheti majd az életét, tette hozzá Kővári János. A jótékonysági gála esten fellépett még Széchy Máté, Gájer Bálint, Király Linda. Többek között Frank Sinatra, Tina Turner, Leonard Cohen világslágerei csendültek fel, nagy klasszikusok átiratai mellett.